Jó napot kívánok! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném megköszönni a meghívást. Magamról csak egy néhány mondatot, én Veszprémből érkeztem, Veszprém megyei vagyok, 2006 és 2014 között országgyűlési képviselő voltam, ahogy itt elhangzott, részt vettem a magyar nemzeti értékek védelméről és hungarikumokról szóló törvény előkészítésében, később a megvalósításában is, és jelen pillanatban is az a megtisztelő feladatért, hogy a Hungarikum Bizottság koordinátoraként elsődlegesen az a szerepem, feladatom, hogy minél több helyi közösséget bíztassak arra, hogy hozza létre a saját helyi értéktárát. Én nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó, hogyha valakinek van motivációja a tekintetben, hogy elkezd egy feladatot és azt meg akarja valósítani, nekem van. És ez a motiváció, ez egy kis történethez kötődik, és engedjék meg, hogy itt a beszélgetésünk elején elmeséljem önöknek ezt a történetet. Ez egy rövid történet, és ráadásul azért jó szerintem, mert igaz is, és megtörtént is. Néhány évvel ezelőtt a Balaton felvidéken kerékpároztam fővárosi barátaimmal együtt, és nyár volt, meleg volt, megérkeztünk egy településre, egy kicsit el is fáradtunk. Egyébként is úgy terveztük, hogy azon a településen megpihenünk egy kicsit, és akkor jött közben az ötlet, nem az enyém volt, hanem egy ismerősöm, hogy mi lenne, hogyha játszanénk egy játékot a helyiekkel. Hogy kérdezzük meg tőlük, hogy mi itt vagyunk, messziről jöttünk, maradunk egy kicsit itt, mit érdemes megnézni. És hát kiválasztottunk egy úriembert, torta lefelé a kerékpárját a főúton, gondoltuk, hogy helybeli. És odaléptünk hozzá, és mondtuk, hogy jó napot kívánok, mi messziről jöttünk, itt vagyunk ezen a településen, itt mit érdemes megnézni. És az úriember azt mondta nekünk, hogy itt semmit, de ha tovább mennek 20 kilométerrel, és mutatott a nagyobb település irányába, kis túlzással felsorolta az ott található kulturális intézmények összesét a nyitvatartási idővel együtt. És mikor mondtuk neki, hogy na jó, de itt ezen a településen azt a működő vízimalmot azt nem kellene megnézni, akkor azt mondta, hogy ja, hát a vízimalom elég régóta itt áll, megnézik aztán irány arra. És mikor kérdeztük tőle, hogy na de Mihály bácsihoz nem kellene oda menni, akinek van ilyen nyitott műhelye, ott lehet nézegetni, kóstolni is, akkor mondta az úriember, hogy ja, hát a Mihály is elég régóta itt lakik, megnézik, aztán irány Balatonfüred, mert tényleg lemaradnak valamiről. Én egy jó indulatú ember vagyok. Én azt gondolom, hogy ez az úriember nem a rossz indulat miatt mondta azt, hogy ezen a településen nem kell megnézni semmit sem kell megnézni. Hanem inkább azért valljuk be őszintén, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy a mindennapok rohanása, a hétköznapok folyamatos ismétlődése gyanánt nem gondolunk néhány körülöttünk lévő dologra úgy, ahogy arra igazán kellene. Nem látjuk benne az értéket. Hát tegnap is itt volt, tegnap előtt is, lehet, hogy már 50 éve, 100 éve itt áll közöttünk, hát miért lenne az érdekes bárki számára? Azt is tegyük hozzá, hogy nem mindig tudjuk azt, hogy az adott településen, a mi utcánkban éppen a szomszéd hol van, az még megy, meg talán az utca végén, de 2-3 utcával odébb ki lakik, milyen tudás birtokában van, vagy vajon rendelkezik-e bármely dologot olyan értékkel. Ha van értelme a Hungarikum mozgalomnak, ami miatt elindult el ez így, ilyen intézményes formában, azt gondolom, hogy ez az egyik. Ha a következő időszakban lesz bármely kerékpározó közösség, amely megáll egy településen, és ott megkérdez egy helybelit, hogy itt vagyunk, mit érdemes megnézni, akkor az a helybeli nem azt mondja nekik, hogy na maguk menjenek 20 kilométerrel odébb jó esetben, hanem azt mondja, hogy na maguk nem mennek sehova, itt maradnak, megnézik ezt is, azt is, megkóstolják ezt is, azt is, és utána 2-3 nap múlva esetleg elmehetnek a szomszéd településre is, de mindenképpen mondják el, hogy jártak ezen a településen, látták ezt, azt, kóstolták ezt, azt, és egyébként ez itt a világ közepe. Nos, hát ha így lesz, akkor volt értelme a Hungarikum mozgalomnak, hogyha nem, akkor meg ne csüggedjünk, mert az csak azt jelenti, hogy még mindig van tennivaló, hogy ez valóban egyszer így legyen. Egy néhány dolgot szeretnék önöknek elmondani igazán arról, hogy mi értelme van a helyi értéktárak létrehozásának, és egyáltalán
hogyan lehet mindezt megvalósítani. Mi, akik létrehoztuk ezt a törvényt, arra törekedtünk, hogy ez a lehető legegyszerűbb módon megvalósuljon. Minden emberi közösség képes legyen arra, hogy saját maga meg tudja ezt valósítani. Ha önöknek bárki azt mondja, hogy valamilyen közvetítő szervezetre, közreműködő szervezetre, valami pályázatíróra, vagy tanácsadó szervezetre van szükség abból a szempontból, hogy létrehozzák a helyi értéktárat, vagy bármely dologból érték legyen netán Hungarikum, ne higgyenek neki. Ne higgyenek neki, mert ez nem így van. Ez a törvény tökéletesen alkalmas arra, hogy saját maga életre keljen akkor, hogyha egy közösség ezt szeretné. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a helyi értéktára kialakításának van egy nulladik lépése. Mielőtt bárminek nekiállunk, előkeressük a törvényt, a végrehajtási rendeletet, bárkivel tárgyalunk, a nulladik lépés az, hogy saját magunkban, és most nem az egyes szem első szemét mondom mindig azt, hanem a közösséget önmagában, hogy egy érték leltárt végezzen mindenki, hogy vegyük számba újra az értékeinket, hogy legyen egy olyan időszakunk, amikor elkezdünk gondolkodni azon, hogy jó, mi van itt körülöttünk, miért érdemes itt élni. Ha egy messziről jött ember idejön közénk, annak mit mutatnák meg először? És mindenkit arra biztatok, hogy a Hungarikum mozgalom az egy pozitív gondolkodást erősít. Most ne a mindennapok problémáit vegyük ilyenkor elő, hanem valóban az értékeinket vegyük számba. Ez a nulladik lépés. Enélkül azt gondolom, hogy nem érdemes elkezdeni ezt a folyamatot. Aztán az első az, amit mindenkinek elmondunk, hogy a mi álláspontunk szerint minden közösségnek vannak értékei. A legkisebb közösségnek is vannak értékei, függetlenül attól, hogy az a közösség hány tagból áll, magyarul hány lakosa van, hol helyezkedik el, a Dunántúlon vagy keleten, az elmúlt időszakban mennyit foglalkoztak egyáltalán ott, azon a településen értékfeltárással, értékmegőrzéssel. A mi álláspontunk szerint minden közösségnek vannak értékei. És így alakítottuk ki a törvényt is, hogy tulajdonképpen egy helyi értéktár létrehozásának a helyi képviselőtestület a gazdája. Ő tudja ezt létrehozni, hogyha ott helyben úgy döntenek, hogy nekünk vannak értékeink, akkor létre kell hozni az értéktárat. Ez egy nagyon egyszerű folyamat. A testület dönt arról, hogy jöjjön létre egy ilyen értéktár, és arról is dönt, hogy ezt hogyan kívánja működtetni. Ha bárki szeretne jogászkodni ezen a területen, jó, de hogy lehet ezt létrehozni, azt tudom mondani önöknek, mint az egyik törvényalkotó, hogy bárhogy létre lehet hozni az értéktárat úgy, ahogy ott a helyiek ezt a legjobbnak gondolják. Nincs benne egyéni formula, nem akartunk mi senkit se egy másik településre hasonlítani. Mi azt szerettük volna, hogyha minél több közösség létrehozza az értéktárát. És azt is szeretnénk második lépésként, hogy ezt senki ne gondolja úgy, hogy ez néhány embernek a privilégiuma. Hogy néhányan ott összeülnek, lekapcsolják a villanyt, hogy senki ne lássa őket, és akkor ott nagy süttyomban meghozzák a döntéseket. Mi mindenkit arra biztatunk, hogy ez egy közösségi lét legyen. Arra biztatjuk a helyi értéktárak létrehozóit is, hogy minden embert vonjanak be ebbe, aki egyébként szeretne ebben a folyamatban szerepet vállalni. És hát minden közösségre számítani kell természetesen. Itt nem csak a képviselőtestületi tagok vehetnek részt benne, hanem a civil szervezetek tagjai, az iskolák, a pedagógusok, a településről elszármazottak, akiknek egyébként egyébként fontos az a település, és büszkék rájuk, hogy mind-mind beléphetnek ebbe a folyamatba. És hát arra is biztatjuk őket, hogy egy mozgalmi jellege legyen ennek a dolognak, amikor azt látjuk, hogy mindenki, aki tevékeny részese akar lenni ennek a folyamatnak, a szerepet vállalhat benne. Szerveznek már azok a helyi közösségek, akik létrehozták az értéktárat, iskolai vetélkedőket, megrendezik a saját helyi értékek ünnepét, tehát átalakították úgy a falunapokat, vagy bármely más rendezvényt, hogy a helyi értékekről szólnak az egész folyamat. Új szórólapok, új kiadványok jelennek meg, és hát az internet fontosságát elengedhetetlen hangsúlyozni. Én, aki magamat konzervatív embernek gondolom, és
lehetőség szerint, amikor csak van lehetőségem, lehalkítom a telefonomat, sőt, van olyan, uram, bocsánat, csak a feletteseim meg ne tudják, hogy ki is szoktam kapcsolni a telefonomat, mégis azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy a helyi értékek tartalma megjelenjen az interneten, mert egyre többen keresik azt. Egyre több az olyan tudatos ember, aki úgy választja a kirándulásainak, a hosszabb távú utazásainak a célpontjait, hogy igenis megnézi azt, hogy ott helyben a helyiek mit tartanak fontosnak. Ezért bíztatom arra a helyi közösségeket, hogy ahol létrehozták az értéktárat, egyébként ez törvényi kötelezettségük is, de igenis legyen ott a honlapon, bárhol, hogy lehessen látni azt, hogy más emberek mit nézzenek meg azon a településen. Talán itt az előbb nem mondtam önöknek, de ez egy olyan törvény, amely az igazi lehetőséget a helyi közösségek kezébe adja. Ugye mondtam, hogy a helyi értéktárat a helyiek hozhatják létre. A helyiek lesznek a helyi értéktár bizottság tagjai is. És ez egy olyan törvény, hogy az, hogy mi kerül bele a helyi értéktárba, arról is a helyiek döntenek. Nem kell egyeztetni a járási kormányhivatallal, a megyei kormányhivatallal, a megyei önkormányzattal, az, hogy mi kerül be a helyi értéktárba. Azokat a törvényi kötelezettségeket természetesen be kell tartani, de egyébként nem. Uram, bocsánat, még a Földművelésügyi Minisztériummal sem kell előzetesen megbeszélni azt, hogy mit akarnak a helyiek a helyi értéktárba választani. Ez egy nagyon nagy lehetőség minden település számára. Az első időszakban, amikor még országgyűlési képviselőként jártam a településeket, nem akarták elhinni a polgármesterek, hogy lesz ilyen törvény, amikor nekik ilyen lehetőségük van, ekkora szabadságot kapnak. Ám, szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy ez nem csak lehetőség, hanem nagyon nagy felelősség is. Innentől kezdve a helyi értéktárak tartalma a helyiek kezében van. Mindenkinek tudnia kell azt, hogy a saját kirakatát építi. Hadd mondjak önöknek egy nagyon egyszerű példát, szinte mindenhol el szoktam mondani. Ha a helyiek úgy döntenek, hogy Pista bácsi borát beválasztják a helyi értéktárba, ám kiderül arról, hogy Pista bácsi borát élő ember életében csak egyszer tudja meginni, mert annyira szörnyű. Ettől még a törvény alapján beválasztható lenne a helyi értéktárban. Ám mi mégis azt gondoltuk, hogy amikor egy helyi közösség a helyi értéktárát kezdi építeni, akkor azt felelősséggel teszi. Mert tudja, hogy a saját kirakatát építi. És azt tudja mondani ott helyben Pista bácsinak, hogy Pista, te a közösségünk megbecsült tagja vagy, évek óta itt laksz velünk, kedvelünk is téged, csak tudod a borod, az nem fog bekerülni az értéktárba, mert megkóstoltuk, szörnyű, ihatatlan. Hát miért tennénk az értéktárba? Ráadásul, mondják Pista bácsinak, attól is félünk, hogy elvitted a szomszéd településre is. Azok is megkóstolták, hát ők is tudják, hogy szörnyűek. Na ők mit fognak gondolni rólunk akkor, mikor kiderül, hogy mi a te borodat beválasztottuk az értéktárba. Ezzel a nagyon egyszerű, triviális példával minden Istvántól elnézést kérek, aki itt helyben borász, mert bizonyára kiváló bora van, de talán ezzel a nagyon egyszerű példával is tudtam megjeleníteni önök előtt az, hogy egy lehetőség, de nagyon nagy felelősség is minden helyi közösség számára, hogy mit választ be a helyi értéktárba. Értékkel és minőséggel rendelkező dolgok kerüljenek a helyi értéktárba. Csupa olyan dolog, amire az emberek büszkék ott helyben, hogy fontos számukra az a dolog. Igen, hogy mi legyen helyi érték. Vannak a törvényi kategóriák, az épített örökség, a természeti érték, a gasztronómiai különlegességek. Én még nem jártam olyan településen, ahol ne azzal fogadtak volna, hogy na aztán az itt készült valami, az olyat én még nem ettem, nem kóstoltam, és a szomszéd településen nem tudnak ilyet. De én arra is szoktam bíztatni a közösségeket, hogy mindezeken túl keressék meg a saját településük híres emberét.
azt az embert, aki éveken, évtizedeken keresztül sokat tett azért, hogy ez a közösség jelen pillanatban is ilyen állapotban van. Minden településnek vannak ilyen emberei, és nagyon nagy lemaradásban vagyunk, mert ezeknek az embereknek az életútja, munkássága, tevékenysége nem ismert, nincsenek összegyűjtve, a mostani felnövekvő generáció nem ismeri, pedig én azt gondolom, hogy ennél fontosabb dolog nincs. Sőt, arra is szoktam biztatni a helyi közösségeket, hogy igenis válasszák a helyi értéktárba a helyi hagyományőrző közösség több évtizedes tevékenységét. A népdalkört, a táncegyüttest, a tűzoltó egyesületet, bárkit, ami éppen ott a helyiek számára hagyománynak számít. Igenis azt gondolom, hogy egy több évtizedes tevékenység az ugyanúgy a helyi értéktár része lehet, vagy a szellemi alkotás erejét természetesen ugyanúgy beválasztani. Csak ne feledjék, hogy Pista bácsi borát azt semmiképpen ne válasszák a helyi értéktárban. Van egy szakmai vita, ezt nem lehet megkerülni, és én szoktam is róla beszélni. Nagyon sok szakember támad bennünket emiatt, hogy mi mekkora felelősséget adunk a helyiek számára, mert innentől kezdve szinte bármi bekerülhet a helyi értéktárba. Én mindig azt szoktam mondani, nem tudom mennyire látszik, de majd elolvasom önöknek, hogy a helyi érték az 50% szakmai minősítés és 50% helyi érzelem. Elengedhetetlen, hogy az a helyi érték a helyi emberek szemében mosoly csaljon, uram, bocsák, könnyeket, de azok a könnyek nem a Pista bácsi szörnyű borától keletkeznek a szemünkben, hanem attól, hogy gondolunk rá, és tényleg könnybe lávad a szemünk. Gondolják el, hogy ha egy szakmai testület bírálná a helyi értéktárak tartalmát, akkor vajon a helyiek által állított kopjafa, az útszéli kereszt, az emlékkő, vajon minden esetben bekerülhetne a helyi értéktárba? Nem azt kezdené vizsgálni, és most én jó indulattal közelítem meg azt, nem azt kezdené vizsgálni a szakemberekből álló testület, hogy az a fa az miből van. Azt legalább a népművészet mestere faragta. Az a kő, az milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és nem lehet, hogy ott egy kicsit nagyobb lett, a másik oldalán meg kisebb. Miközben egy helyi közösség képes arra, hogy amellé a kopjafa mellé egy hétköznap során is piros betűs ünnep nélkül is elzarándepoljon, mert a fa meg a kő mögött emberek vannak, történetek vannak, a helyi közösséget felépítő történések keletkeztek mögötte. Én igenis ezért gondolom fontosnak azt, hogy megadtuk a lehetőséget arra, hogy a helyi közösségek válasszák az értéktáruk tartalmát, mert én bízom abban, hogy nem Pista bácsi bora kerül a helyi értéktárba, hanem igenis ezek a kopjafák és emlékkövek lesznek, és a többi természetesen, amire tettem utalást. Nos, ha a Hungarikum piramis, akkor én megmutatom önöknek az értékek fáját is. Remélem, hogy minél több ilyen értékek fája lesz hamarosan. Önök is látják, hogy azok a gyökerek bizony önök, a közösség tagjai. Ha önök nincsenek, akkor nem lesz az a törzs sem biztosan, mert akkor csupa egyéni, nagyon vékony kis valami lesz, amit nem lehet gyökérnek nevezni. De ha vannak önök, és lesz a közösség, akkor bizony lesznek helyi hagyományok, helyi ünnepek, helyi szokások, helyi ételek, megörökítve, leírva a recept, átadva a következő generációnak, hogy az a következő időszakban is megmaradjon, és akkor lesznek bizony helyi értékek, az igazi gyümölcs. Hát reméljük. Én már láttam ilyet, nagyon sok ilyen van. Aki most kezdi a munkát, tudnia kell, hogy nincs egyedül. Magyarországon most már 2016 végére több mint 1000 helyi értéktár jön létre. Több mint 1000 településen döntenek úgy, hogy létrehozzák a helyi értéktárat, és elkezdik megvalósítani ezt. Andrea beszélt a törvény módosításáról, ez lehetővé tette, hogy igazi Kárpát-medencei legyen ez a mozgalom.
Én néhány napja jöttem haza Felvidékről, Nagymegyer központtal, 25 településen gondolkodnak azon, hogy létrehozzák a helyi értéktárokat. Ugyanígy bekapcsolódva ebbe a mozgalomba, és jártunk Erdélyben, Délvidéken, nincs itt a Kárpát-medencében olyan terület, ahol már ne lenne ismert ez a fogalom, és ahol ne azt tapasztaltuk volna, hogy mennyire örülnek az emberek annak, hogy van ilyen lehetőség, hogy mi itt a magyarországi magyarok azt gondoljuk, hogy a Hungarikum mozgalom az. Az Kárpát-medencei. Nos, hát ezzel a szlogennel búcsúzom önöktől, hogy napról napra többen vagyunk, minden nap létesülnek új értéktárak, jönnek létre ilyen új helyi közösségek, és nagyon bízom abban, hogy itt a környékben is egyre többen leszünk a Hungarikum mozgalom részesei. Köszönöm szépen a lehetőséget és a figyelmet.